Az unokaöcsém gyakran alszik nálunk hétvégente, ilyenkor az én szobámban kap egy matracot. Már nem egyszer riadtam fel arra, hogy ül az ágyban és hangosan hadalva beszél. Hiába kérdezek vissza, többnyire ilyenkor abba hagyja, visszafekszik, reggel pedig semmire sem emlékszik. Ki fogja ezt nőni? Ez valamilyen kóros elvázavar, vagy teljesen ártalmatlan? Mi az oka? Nem tudom, hogy az unokaöcs hány éves, de feltehetően fiatal. Amit itt olvastunk ebben a hozzászólásban vagy kérdésben, ezeket összefoglaló néven ezeket a furcsa éjszakai viselkedéseket paraszomniáknak hívjuk. Sok ilyen van, ilyen az alvajárás, az éjszakai beszélgetés, és egy csomó más ilyen is van. Következőt kell ezekről tudni. Ezek gyerekkorban és fiatalkorban elég gyakoriak, általában mély alvás közben jelentkeznek, és teljesen így történnek, ahogy olvassuk. Ha az illetőnek szólnak gyengéden és visszafektetik, akkor visszafekszik és reggelig alszik. Általában az ember nő, ez ki szokta nőni, és nem nagyon van vele probléma. Az esetek 99%-ában nem kell kezelni, meg ártalmatlan. Az alvajárás sok nagy része is ártalmatlan, tehát az emberek nem törekszenek kimászni a tetőre, meg ki az ablakon. Általában matatnak a szobába, a táskájukat átpakolják a polcot, esetleg esznek éjszaka, de nem veszélyeztetik saját magukat. Persze nyilván ezt meg kell figyelni, és amilyen esetben van veszélyeztetés, abban az esetben azért be kell avatkozni, és terápiát, segítséget kell keresni. Van egy másik formája viszont, ami inkább idősebb korban jelentkezik, és férfiaknál, amikor ez soha nem volt, de egyszer csak hirtelen elkezd kialakulni, és az illető viselkedése sokkal vadabb, mint egy egyszerű békés éjszakai pakolászás, az illető rohangál, csapkod, nagyon kiabál esetleg éjszaka, ez az állapot viszont mindenképpen kivizsgálást igényel.